Sziasztok! A mai videóban egy pikpak összedobható barackos sült palacsintát fogunk készíteni, úgyhogy sasoljatok, mutatom, hogy hogy készül. Kezdjük is a barackokkal. Kisebb darabokra fogjuk vágni a barackot, és egy pici cukron megkaramellizáljuk egy serpenyőben. Így, hogy a barackkal készen is vagyunk, jöhet a palacsinta tésztának az összekeverése, amihez igazából mindent összekeverünk egy tálban. Először összekeverjük a nedves hozzávalókat, a vajat, a cukrot, a tojást, illetve a tejet, és akkor utána jöhetnek a száraz hozzávalók. Most pedig jöhetnek a száraz anyagok, fogunk használni lisztet, sütőport, egy csipet sót, mert ugye minden édesbe kell egy kis sós, illetve egy kis étkezési keményítőt, összekeverjük, aztán mehet is be a serpenyőbe. Mivel a barack szerintem nagyon szereti a fahéjat és azt megfűszeget, ezért a tésztába fogunk azt is rakni, utána összekeverjük az egészet, és akkor fog belekerülni majd a serpenyőbe. Közben előmelegítettem 180 fokra a sütőt, mert ilyen hőmérséklet kell a kis palacsintánknak. Most pedig megtöltjük a tetejét barackokkal, és aztán mehet is be a 180 fokos sütőbe. Mint ahogy ti is láthatátok, tényleg nagyon gyorsan összedobható ez a süti. Egy-két gombóc vaníliafagyival, egy pici mézzel megcsorgatva és egy pici porcukorral tényleg isteni, nagyon gyors vacsi, vagy akár egy jó kis reggel is válhat belőle. Próbáljátok ki ti is ezt a receptet, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, meg kövessetek minket TikTokon, meg Instagramon, meg Facebookon is, és nagyon jó sütögetés nektek! Sziasztok! A recepthez a friss zöldségeket és gyümölcsöket a Spár biztosította.